Jó reggelt, győztesek! Ma jó hangulatban vagyok, de nem volt ez így múlt szerdán. Vezetek az Alkotás utcán, a Hegyalja út felé Budán, és előttem van egy fehér, ilyen kisbusz, zárt kisbusz, és az van ráírva olcsótemetés.hu. Na mondom, erre éppen szükségem van. Miért volt ilyen morbid gondolatom? Éppen akkor jöttem haza Tatabányáról, ahol a Buda Őrs, Budapest Honvéd Magyar Kupa mérkőzést láttam. Az elmúlt 12 év legrosszabb első fél idejét láttam. Az én szeretett csapatom ilyen rosszul még soha nem játszott. Elképedtem, elszomorodtam, és hát morbid gondolataim voltak, de hát aztán végül is elhatároztam, hogy a második fél idő már jobb volt, és készüljünk szombatra a Paks ellen. Na hát, egy teljesen más honvédet láttunk a Paks ellen. Nagyon szépen játszottunk, és jól is, eredményesen is. Egy dolgot sajnáltam. Körülbelül az átlagos nézőszámunk fele volt csak ott a mérkőzésen, az MTK stadionban, 1400-an voltak, ami nagyon kevés. És bizony, akik nem voltak ott, azok sajnálhatják. Fú, nagyon jó mérkőzés volt. N'Gog, Hollander, Philipp kettős bilírozott. Az első találatnál N'Gog olyan labdát adott Hollander Philippnek, hogy úgy vett, olyan csodálatosan vette le, és rúgta be, hogy tényleg az ember felállt örömében. Aztán pedig jött a másik Hollander Philipp gól, ami szintén egy gyönyörű N'Gog beadásból esett. Végül pedig a Benhatira, Mezgrani duó odapasztolt egy labdát Gognak, aki értékesítette. Így lett 3-0. De nem a 3-0, nem is annyira győzelem, de jól játszottunk. Nagyon kellett már ez. Nagyon régen volt már, hogy azt mondtam a csapatra, fú, fiú, nagyon jól játszottatok. Na most ez bejött szombaton. Remélem ez folytatódik. Mert bizony még egy jó pár mérkőzés hátra van, ha meg akarjuk mászni azt a hegyet, ha akarunk európai kupaindulást, ha meg akarjuk gyerni a magyar kupát, ha akarunk a dobogón végezni a magyar bajnokságban, ez mind nagyon fontos. De úgy látom, talán elindultunk egy jó úton, talán a görcs kiengedett a fiúkból, talán azok a játékosok, akik az elmúlt évben kapcsolódtak be, kezdenek odaérni, ahova mi reméljük oda fognak érni. És akkor még jobb lesz a csapatunk. Egy pár szót szeretnénk szólni az utánpótlásról. Az utolsó 12 év az utánpótlás nagyon sokszor át lett szervezve. Utoljára régiókba tömörítették az utánpótlást, és van egy csapat, amelyik felügyeli a klub, amelyik felügyeli a régiót, annak vannak klubjai, és utána pedig azoknak a kluboknak is vannak más klubok, amik felügyelik a régiót. Hozzánk is több tucat társaság tartozik. Ennek a szisztémának, meg a Bozsik programnak is vannak hibái, de alapjában véve jól működik. Hallom, most van egy olyan lobby megint, hogy tegyék vissza az utánpótlást a megyékhez. Ez egy szörnyű ötlet lenne. Először is már megint változtatnánk valamin, ami működik, ami nem jó. Mármint az, hogy változtatunk, mert a dolog működik. Másodszor ez egy olyan szisztéma, amit igazából hosszú távon ki nem próbáltunk, hiszen azt hiszem csak 2-3 éve működik, és vannak eredmények. Harmadszor pedig olyan felügyelet alá helyeznénk az utánpótlást, amelyik jóval kevésbé ért hozzá, mint azok a klubok, amelyik most felügyelik a régiókat. Úgyhogy én azt gondolnám, langsam spazieren, óvatosan járjunk el, ne kezdjünk megint reformálni. A reform az egy semleges szó. Lehet nagyon jó, mert nagyon buta dolgokat is csinálni a reform szó alatt. Remélem, hogy az utánpótlást tovább tudjuk fejleszteni azzal, hogy ezt megtartjuk, és felállítunk olyan akadémiai rendszert, vagy tovább fejlesztjük az akadémiai rendszert, double class utasításai, vagy meglátásai alapján, amely mindannyiunknak jó lesz, elsősorban a magyar labdarúgásnak. Különben remélem, hogy nagyon sikeres lesz a magyar válogatott is ezen a héten Szlovákia és Horvátország ellen. George Hemingway voltam, mindenkinek
Sok jót kívánok. Köszönöm.